Sziasztok, ez itt a Metal Sziget, én Fejes volnék egy újabb rock és metal történeti videóval, méghozzá a 90-es éveket taglaló dupla rész második részével. És akkor folytassuk is ott, ahol az előző résznél abba hagytuk, az alternatív zenéknek a metal műfajával, az alternatív metallal. Az alternatív rock után beszélünk annak keményebb változatáról, akkor az alternatív metalról. A veleje itt is hasonló a dolognak, mint az alternatív rocknál, a határok feszegetése, az alternatív zenekarok célja az új, saját hang megtalálása, mindezt nonkonformista attitűddel. A metal fúziójára volt már példa a legelekletánsabb ugyebár a punk és metal eredőjéből létrejövő brit heavy metal új hullám és a HC punk és metal kereszteződéséből születő thrash metal. Az alternatív metal műfajok viszont a rock keretein kívül is keresgélik az új hangzást, amelyet a progresszív zenekaroktól eltérően nem feltétlen a komoly zene vagy a jazz felé orientálva teszik, de nem is annyira elborulva, mint egyes avantgárd előadók. Időben a 80-as évek végére tehetjük a műfaj kibontakozását. A glam és thrash metal hanyatlott, amely több irányba engedett teret az új zenekarok hangzásvilágának. A brutalizálódás és extremitás a death metal és black metal útja, a technicitás és bonyolultság a progresszív metal irányvonala volt. Az alternatív metal zenekarok útja viszont a más inspirációs forrásokból táplálkozó, eklektikusabb alternatíva keresése volt. A 90-es években a Lollapalooza Vándor Fesztivál volt az alter rock és metal zenekarok seregszemléje. A funkkal és rappel fúzionáló metal hozta létre a funk és rap metalt, majd a 2000-es évek végére a nu metalt. Időben legkorábban a funk metal jött létre a 80-as években. A 60-as évek végén kialakult ritmus alapú funk keveredett a heavy metallal. Olyan zenekarokat lehet itt megemlíteni, mint a Primus, a Red Hot Chili Peppers, a Fishbone vagy a Faith No More. A következő evolúciós lépcsőfok a rap metal volt a 80-as évek közepén, amely a hip-hop keményebb részeit, mint például a hardcore hip-hopot elegyítette a heavy metallal. A rap mellett egyéb elemeket is magába olvasztott, mint a hardcore punk, a funk vagy egyéb alternatív rockzenei irányzatok. A hangzást a riff alapú heavy metal olyan hip-hopban ismert zenei elemekkel is kiegészítette, mint a beatbox vagy a scratch. Ritmus alapú műfaj fúzióról lévén szó, a basszus, gitár és a dob fajsúlyosabb a többi metal stílushoz képest. A dalszöveg tematikát is a politikai elnyomás, kábítószerek, rendőri brutalitás, terror és hasonló a kor hip-hopjából ismert, megszokott téma jellemezte. Az ének természetesen a hip-hopból ismert ritmika szerint zajlik. A 90-es évekre kiforrott stílusra jó példa a Biohazard, a Rage Against the Machine, vagy az Ice-T-vel filmjelzett Body Count, amely első albuma talán az egyik legfaszább gangster rap metal ever. Ennek a folyamatnak a betetőzése volt az évtized végére kialakult nu metal stílus, erről azonban majd egy másik videóban lesz szó részletesebben, mivel hogy ez inkább a 2000-es évek elejére lesz jellemző, így ezt a 2000-es évekbeli videóba szeretném majd jobban kifejteni. Az alternatív metal a fekete műfajokon túl egyéb stílusokkal is fúzionált. Az elektronikus, az industriális zene és a heavy metal kereszteződésének eredménye az olyan zenekarok, mint például a Nine Inch Nails, a Ministry vagy Marilyn Manson, de akad például a pszichedelikus műfajokkal vagy a noise rockkal való elegyedésre is. Az alternatív metal egy másik kifutásáról, a post-metalról egy következő videóban lesz majd szó, mivel ez inkább a 2000-es évekre lesz majd jellemző. Az útkereső stílusokról térjünk át a rock egy másik alterületére, a pszichedelikus hagyományok folytatójának megfelelő stílusra, a stonerre. A stoner kifejezés is arra utal, hogy a zene hatás olyan, mint a könnyű drogok fogyasztása indukálta hatás, kvázi lemerevít. Ez lényegében a heavy metal és a doom metal, annak is főleg a sludge doom, vagy simán sludge metal álágának az ötvözése a 60-as évekbeli pszichedelikus rock és blues rock zenéjével. Az időrendet tekintve a kialakulás a 80-as évek legvége, a 90-es évek elejére tehető. A 90-es évek közepére tisztul le, amire jó példa a Kyuss harmadik albuma, a Welcome to Sky Valley. A 2000-es években kerül valamelyest a mainstream áramába a Queens of the Stone Age zenekar Rated R albumával. A helyszín a dél-kaliforniai sivatagi régió, az úgynevezett Palm Desert régió. Itt alakult ki a 90-es évek elején egy színtér, amely desert rocknak apostrofálta magát. Ebből fejlődött ki a stoner rock, amely a desert rockhoz képest grúvasabb, viszont kevésbé pszichedelikus. A stonerre jellemző a lassú és középtempó, az erősen torzított gitárjáték vava effektekkel és grúvos betétekkel megtoldva. A stoner rock és metal eléggé hasonló, a különbség talán abban lelhető, hogy a metal megszólalása súlyosabb, basszusorientáltabb. Olyan zenekarok említhetőek meg, mint a Kyuss, a Fu Manchu, a Sid King, Monster Magnet, a Sleep vagy a Clutch. A stoner metal után folytassuk is a thrash metal fejlesztett változatával, a groove metallal.
A neve alapján következtetni lehet, hogy ez egy ritmusorientált műfaj. A groove kifejezés általában dob és basszus által erősen ritmizált zenére utal, jelen esetben a dal struktúra és a dobjáték indokolja az elnevezést. Zenei gyökereit tekintve a thrash metal funkosabb formája. Na jó, nem ez, de elnézést, de ez ugye muszáj volt. Szóval a korszak hip-hop aranykora és a dance stílusa is valószínűleg hatottak rá. Tehát összefoglalva, funkos, rappes, ritmusképlet plusz heavy metal gitárjáték kombója a groove metal. Zeneileg a közép és néhol lassabb tempó jellemzi, szinkópált ritmusok, thrashes riffek, középtempós gitárszólók. Gyakoriak a ritmus tördelések, a középtempótól hirtelen leszakadás és meredek vágások. A gitárszólók visszafogottabbak, a ritmusgitár pedig mélyre hangolt formában, pszichedelikus dallamokra emlékeztető alaptónust ad a zenének. A basszusgitár erősen torzított, általában kísérő funkciót lát el, de előfordulhat szóló hangszerként is. Kedvelt gitártechnika a palm muting, erről korábbi adásban már volt szó, hogy mi is az. Röviden, a gitárhangzást a hurlábaknál a kéz élével tompítják. Az ének a thrash és HC vonalat követi, de előfordulhat deltes hörgés és illetve tiszta ének is. A dobjáték adja az egyik markáns ismertetőjegyét a stílusnak, ugyanis nem folyamatos, hanem inkább szakaszos, hullámszerű, grúvos hangzást kelt, amelyet faszán lekövet a gitár, vagy inkább fordítva, ezt mindenki döntse el maga. A lényeg, hogy nagyon jó összhangban alakítják azt a pulzáló ritmusos alaphangzást, ami a groove elejét adja. Ha gyorsabb rész jön, akkor pedig a jó öreg blast beat is előfordul, de összességében nem a sebesség a lényeg, hanem a ritmizáltság kidomborítása. Előfordulnak még billentyűs és egyéb elektronikus hangszerek is. Időben a 80-as évek kísérletezgetései után a 90-es évek elejére tisztul le a stílus olyan munkák nyomán, mint a Pantera 5. lemeze, az 1999-es Cowboys From Hell, a Sepultura 1993-as Chaos AD albuma, vagy a Channel Zero-tól a zenekar nevét viselő Channel Zero vagy Machine Head-től a Burn My Eyes című album. A szinteret alkotó zenekarok közül megemlíthető még a Lamb of God, a Soulfly, Black Label Society vagy a Gojira, Magyarországról pedig a Vackor és az Ectomorph. Kereskedelmi sikerét a 90-es évek elejétől körülbelül a végéig élte. Az első hullám a 90-es évek végével zárul le. Az ezt követő zenei hullám igen gazdag inspirációs forrásként tekint az első hullámos groove zenekarokra. A második hullámként is felfogható, 2000-es évektől indult az amerikai heavy metal új hulláma, vagyis a New Wave of American Heavy Metal, de erről majd a 2000-es éveket taglaló részben lesz szó. Helyszín tekintetében a stílus első hullámos alakítói közül a legtöbb az USA-ból származik, annak is inkább a déli részéről. És akkor lépjünk is tovább a következő műfajra, az industriális metalra. És hogy mi a fokhagymanyomi is ez az industriális jelző? A kifejezés az industriális zenei műfaj halmazra utal, amelynek egyik alága az industriális metal. Ebből már kitalálható volt azért, hogy fúziós műfajról van szó, az industriális zene és a metal keresztezése. Az industriális szó iparit jelent. Az industriális zene gyökere a 70-es évek elejé közepi avantgárd zenei formációkhoz nyúlik vissza. Zeneileg az elektronikus zene és a rock, a punk rock attitűd egyfajta experimentális kombinációja. Az elnevezés az Egyesült Királyságbeli Industrial Records kiadó nevéből jön, de a konkrét terminust Monte Casazzához kötik. Helyszín alapján az Egyesült Királyságból, az USA-ból, főleg Chicagóból, a Wax Trax Records jóvoltából és Németországból származó bandák formálták az industriális zenét a 70-es évek végén és a 80-as években. Kismillió albumfaja van, nem is részletezném most bővebben ezeket. Most, hogy megbeszéltük nagyon röviden, hogy mi a veréb is ez az industriális zene, áttérhetünk a másik részére, a metalra.
Az industriális metal eredetileg az industriális zenét a thrash metallal és a hardcore-ral kombinálta. Az industriális metal szintér is javarészt az USA és az Egyesült Királyság. A zenére jellemző a GPS, sokszor ismétlődő riffek, amelyeket elektronikus zenével kevernek, tehát a hangszer felhozata kiegészül olyan elektronikus eszközökkel, mint a szemplerek, szekvenszerek, szintetizátorok. Legtöbbször tényleges gitár vagy dob nincs is, helyette dobgép, illetve elektronikus eszközökkel effektelt gitárhangzás. Az ének ehhez hasonlóan torzított, kicsit olyan ez, mint a Star Trekből a Borg, minél idősebb a dolgozó, tehát minél borgabb, annál több szerves részt cserélnek le implantátumra. Itt is minél inkább industriális, annál inkább GPS és elektronikus a zene. A zene végskáláján már a tényleges gépi, gyári, háztartási és szerszám hangok, fehér zajból összetákolt zenének nevezhető avantgárd valami van. Témavilágát tekintve is inkább pessimista hangvételű, társadalmi problémákat feszeget, individuális témabokra pedig az elidegenedés, szorongás, fogyasztói lét negatív aspektusai, illetve a science fiction. Időben a 80-as évek legvégén jelennek meg az első olyan industriális előadók, akik metált kevernek zenéjükbe, ilyen például Godflesh, a Ministry, KMFDM, a Nine Inch Nails. A Nine Inch Nails agyának számító Trent Reznor üdvöskéje, a Marilyn Manson and the Spooky Kids, vagy később csak Marilyn Manson is, 1989-ben alakult. További ismertebb zenekarok még a Rammstein, a Fear Factory, a Rob Zombie vagy a Static X. Ahogy a műfaj egyre népszerűbb lett, annak függvényében hatottak a többi metal ágra is, mint a death metalra, a black metalra, illetve a thrash metal előadókra is. Death metal vonalon Fear Factory, Nailbomb és Meat Hook Seed említhetőek, amelyek felhasználták az industriális elemeket. Thrash metal kapcsán az olyan zenekarok, mint az Anthrax, Megadeth, Sepultura kísérletezett industriális hatásokkal. Black metal oldalról a 2000-es évek elején volt megfigyelhető erősebb fúzió, jó példa erre a Mysticum, az Aborim, a Void vagy a Fantazo. Az Aborimben egyébként Csihar Attila is énekel 2000 és 2005 között. A stílus a 90-es évek elején kezdett kereskedelmi sikereket elérni, csúcsát a 90-es évek végére, 2000-es évek legelejére ért el. Olyannyira, hogy még olyan filmzenékben is felcsendülnek industrial metal előadók, mint a Matrix, a Született Gyilkosok, a Holló, vagy az AI mesterséges értelem. 1997-ben a Time magazin az USA 25 legbefolyásosabb emberek közé sorolta Trent Reznort, a Nine Inch Nails mindenesét, a meg már az én munka. Mint minden mainstream, vagy majdnem mainstream extremitást, ezt is botrányok övezték, és nem a vedelős kúrós, hanem a sötétebbik fajtából. A botrányok terén Marilyn Manson performanszain túl iskolai lövöldözésekkel hoztak összefüggésbe olyan zenekarokat, mint a Rammstein, Marilyn Manson vagy a KMFDM. A vád az volt, hogy ezen zenekarok hatására követtek el diákok mészárlást, ami persze egy kurva nagy fasság, de a bigott álszent gyökeredvény közvélemény és a szenzáció hajház faszhegy sajtó a problémák mélyebb társadalmi gyökereig való lehatalása helyett ezt sütötték inkább ki. De erről majd bővebben az erre specializált adásban. A német formációkat, például a Rammstein, pedig a jó öreg náci kártyával is basztatták. A stílus egyéb, tovább evolvált verziója a cyber metal, de mivel hogy ez inkább a 2000-es években lesz pompázmányos, ezért erről inkább a következő adásban lesz szó, tipegjünk is tovább. A következő műfaj a metal extremitási skálán az utolsó előtti értéket képviselő death metal. A death metal forrásvidéke a Venom és Hellhammer házatájáról származik. Szokták még a thrash metal egy extrémebb ágaként is felfogni, azonban kialakulása inkább az a párhuzamos, mint hogy abból alakult volna ki, még akkor is, ha a thrash némiképp korábbi. A death metal kialakulására az előző két fő zenekaron kívül hatással volt még a Bathory, illetve későbbi thrash zenekarok korai anyagai, mint például a Slayer, Metallica, a Mercyful Fate, Sodom vagy a Creator. Az elnevezés nem tisztázott, egyesek szerint a Possessed death metal demójából jön, a másik teória szerint pedig egy death metal elnevezésű fanzine magazinból jön. A standard két gitáros, basszaros, dobos felállás itt is megvan. Kevésbé jellemző a műfajra a verse-refrén felállás, inkább fokozatosan bomlik ki a zene egy-egy témából, hirtelen ritmus és tempóváltásokkal megspékelve. Zeneileg mélyre hangolt, erősen torzított gitárok, a palm muting használata, a tremoló pengetés, hirtelen tempó és ütemváltások és disszonáns hangmenetek jellemzik. Erősen riffközpontú zene, lassú tempó szinte nincs, jóval monotonabb, kevésbé fordulatos gitárkezelés jellemzi. Elsődlegesen az agresszió és a darálása fontos, és másodszorra jöhet a technicitás. Ez egyébként a fejlődésével párhuzamosan nem válik egyre kifinomultabbá, de azért a hurkatöltő üzemmód végig megmarad. A grindcore stílusa baráti viszont tápol, hat egymásra a két műfaj elég rendesen. Zenei összhatást tekintve rendkívül nyers, disszonáns, jellege miatt félkésznek hat.
A dob gyors, technikás, a dupla lábdob és a sok blast beat jellemzi. A daráló zenén túl az ének, vagy nevezzük inkább csak vokálnak, a másik védjegye a műfajnak. A mélyhörgés tipikus death metalos elem. A vérhányós válfajának egyik legkorábbi képviselője, Kam Lee, a Massacre és több más egyéb formáció dalos pacsirtája. Ezt fogja tökére vinni majd a Cannibal Corpse és a Napalm Death. A másik válfaja a Chuck Schuldiner féle Scream elősebb hatású Hurry-Murry. A dalszövegek a slasher horrorféle erőszakot idézik. Kb. Mint hogy a sorozatgyilkosok írnák őket. Ezen kívül egyéb gore témák, például a transzírozás, zombik, stb. Kívül még politikai konfliktusok, vallás, természet, sci-fi, illetve a korai időszakban inkább jellemző, de előfordult a morbid humor is. Zeneileg ezektől eltér a melodikusabb, elsősorban Svédországra jellemző ág, amely inkább a New Wave of British Heavy Metal-t házasította a death metallal. Ez az úgynevezett göteborgi vagy gotenburgi death metal, vagy melodikus death metal. Ez jóval harmonikusabb, dallamosabb, amelyet gyakran kiegészítenek különböző billentyűs hangszerek. Az énekben a hörgés mellett megjelenik a tiszta ének és több lassabb résszel is operál. Időben az első hullám kialakulását 1980-es esztendőre tehetjük, ekkora tehetők az első death metal-szerű demók. A thrash metalhoz képest majd csak jóval később, a 80-as évek végére és a 90-es évek elejére kapnak lehetőséget lemezkiadásra a death metal formációk. Az első vonalas bandák közé olyanok tartoznak, mint a Possessed, Death, Massacre, Necrophagia. Az áttörés éve 1991 volt, az extrémebb metal ágak közül ekkor kezd rohamosan nőni népszerűsége. Olyan kiadók nevezhetőek meg, mint az Airwake Records, Combat Records, Roadrunner Records. A köztudatba való berobbanásának, vagy inkább a Cannibal Corpse és ezáltal a stílus berobbanásának olyan okozói is voltak, mint például a népszerű Ace Ventura második része 1994-ben, ahol Jim Carrey egy Cannibal Corpse koncert közben kérdezgeti a csápoló publikumot. Elnézést, itt van Greg! Köszönöm! A másik pedig Bob Dale szenátor nyavajgása 1995-ben, ugye ő volt a republikánus jelölt a 96-os elnökválasztáson Bill Clintonnal szemben, szóval az ő nyavajgása a fiatalok megrontásáról olyan bandák által, mint például a Cannibal Corpse. Nyilván minden tini azt akarta onnantól megvenni. Helyszín alapján az Egyesült Államok és azon belül is főleg Florida, illetve Európa, azon belül is a legnagyobb széna a svéd göteborgi melodikusnak nevezett death metal. Az USA-beli ág korábbi, a 80-as évekre datálható. A melodikusabb ág a 90-es években alakult ki. Zeneileg a floridai és a göteborgi stílus megjelölése definitív. Megnevezhető fontosabb floridai bandák még az Obituary, a Morbid Angel, Decide, az Atheist, a göteborgi ágból pedig az At the Gates, a Dark Tranquility vagy az In Flames. Egyéb jelentősnek mondható lokalitások, például a New Yorki, ami a harmadik legnagyobb olyan bandákkal, mint a Cannibal Corpse, a Suffocation, Immolation, vagy Lengyelország, például a Vader, DSIRE, Behemoth, vagy Németország, például a Protector és a Morgoth bandákkal, vagy Hollandia, a Pestilence és a Sinister bandákkal. A műfajnak szintén több alága van, erről majd részletesebben az erről szóló különadásban lesz szó, azonban egyet kiemelnék, ez pedig a svéd death metal széna. Svédországban az 1980-as években indult meg a death metal bandák búrjánzása, olyan bandák nevezhetőek meg, mint a Carnage, Code Macabre, az Entombed, korábban ugye Nihilist névem, Dismember, a Grave és az Unleashed. Őket követte a Vomitory, a Hypocrisy, a Tiamat és a Therion korai munkái, vagy a Blackash, Necrophobic, Hate, Dissection, vagy a God Dethroned, vagy a Progressive, Edge of Sanity és Opeth. A death metal után térjünk át egy még extrémebb, vagy talán a legextrémebb, komolyan vehető metal irányzatra, a black metalra. Kialakulását tekintve a helyszín Európa, a proto-black metal, vagy más terminus szerint a black metal első hulláma még megoszlik Európa több országában, mint például az angol Venom, a svájci Hellhammer, vagy az abból kialakult ugye Celtic Frost, a svéd Bathory, vagy a magyar Tormentor,
Olyan, később más irányba elindult zenekarokat is megemlíthetünk még a proto black metal kapcsán, mint a Creator, a Sodom, a Destruction vagy a Mercyful Fate kezdeti anyagai. Európán kívül első hullámos black metal zenekarok például a Brazil Sarcophago vagy a Japán Sabbath. A proto black metal még bőven a 80-as években gyökerezik és helyileg diffúz, a világ különböző pontjain az okkult, keményebb és gyorsabb zenével elborultabb vokálokkal kísérletező zenekarok kezdeti anyagai voltak ezek. Az igazi, vagy más néven True Black Metal a 90-es évek terméke, és helyileg egyértelműen Norvégia nevezhető meg, mint eredet. A kettő közötti átmenetet, tehát a Mayhem, Burzum féle második hullámos Black Metal és a Venom által elkezdett Proto Black Metal közötti átmenetet, a Bathory első 3-4 anyaga mutatja a legjobban. A negyedik Bloodfire Death album már inkább átmenet a Viking Metalba. Bár több második vonalbeli black metalban a 80-as évek végén, második felében alakult, a nyitányt mégis a Dark Throne második albumához, a Blaze in the Northern Skyhoz köthetjük, ugye az első albumunk az még death metal volt. Ez a második album, ami talán időben az első olyan kiadvány, ami nagy hatásúnak mondható a black metalon belül. A második hullámhoz olyan zenekarok sorolhatóak, mint az Ászlóshajónak is tekinthető Mayhem és Burzum, vagy például az Emperor, Satyricon, az Ulver első és harmadik albuma, különösen pedig a Nuttens Madrigal Szintiszta Raw Black albuma, az Immortal, Carpathian Forest, Gorgoroth, Thorns vagy az Enslaved. Norvégián kívül is terjedt az ige, aminek nagy lökést adott a Norvégiában kirobbanó botrányok, ugye ilyen öngyilkosságok, például Dead, a Mayhem énekese felvágta az ereit és a nyakát, majd szétlőtte a fejét egy sörétessel. Gyilkosságok, ugye itt Faust az Emperor dobosan megölt egy hozzá közeledni próbáló homoszexuális férfit, vagy templom égetések. Warwick Ernest és társai nyomán kb. 50 templomot támadtak meg ez időtájt, és nem egy több száz éves műemlék is volt. Erről bővebben majd az ezzel kapcsolatos speciális videóban lesz szó. A norvég pionírokat követte Ausztriából az Abigor, a Summoning, az Amestigon, Görögországból a Rotting Christ, Nagy-Britanniából a Goat Black Metal Cradle of Filth, főleg az első négy albuma, Svédországból a Marduk és a Melodeath-es Dissection, Finnországból a punkosabb Imperial Nazarene, Magyarországról pedig az Akrimon, a Sinfobelkes Sir Bliss, Romániából pedig a Negura Banjet, de még lehetne hosszan sorolni. A black metal a doom metalhoz hasonlóan atmoszféra műfaj. A lényege a sötét, fekete, gonosz, fagyos atmoszféra megteremtése. Alapattitűdje a punkkal rokonítható, de a fuck off all kifejezéssel írható le talán a legjobban. Eredendően egy elitista, antikommerciális lázadó szubkultúra. A sátánista retorika is inkább volt polgárpukkasztás és a vallási bigottérő iránti lázadás, amely a 90-es évek végére az NSBM-ben, vagyis a Nemzeti Szocialista Black Metalban a náci eszmék felhasználásáig kulminál. Bár ez utóbbinak a gyökerei már a neonáci Varg, Quisling, Count, Krishnak, Christian, Larsson, Vikernes, azt hiszem minden elnevezését belesűrítettem, szóval a náculás a black metal körökben már nála is megvolt. A zenét tekintve a kásás, nyers, extrém torz sokszor a minél rosszabb, annál jobb alapelve érvényesül a hangzásnál. Bár hozzátenném, hogy a korai években az alacsony költségvetés egyébként sem engedte volna meg a tisztább hangzást, így valamelyest ez is az egyik oka annak, hogy az úgynevezett lo-fi hangzás összefort az underground black metal hangzással. A stúdió technikai és szakértelmi adottságok sem voltak feltétlenül megfelelőek. Üdítő kivétel az alól a black metal egyik sarokköve, a Mayhem The Mysteries Dome Satanas című albuma, amely úgy volt tiszta black metal, hogy eközben a hangzás és a minőség is viszonylag tiszta volt. Legalábbis egy korai Emperorhoz, Burzumhoz vagy Dark Thronehoz képest mindenképpen. Ennek egyik oka az is, hogy az album 1994-es megjelenésű, és addigra sikerült annyi tőkét összeszedni, hogy viszonylag jobb stúdió munka keletkezzen. De nem is volt cél a tiszta hangzás, sőt, Varg Vikernes, a Burzum mindenese, egy fejhallgató, tehát egy headset mikrofonjára rögzítette korai anyagait, amelyet próbált minél jobban lerontani. When I recorded my album, you know, I told the producer, you know, give me the worst microphone you have. We set up the drums, you know, we didn't
do anything to make the sound sound any particular special. You know, 10 minutes, everything was ready, you know. And he was, you know, that you only do anything, you know, you always have to, you know, adjust the sound of the drums and everything. No, because it was like a rebellion against this good production. So you call it necro sound, you know, corpse sound, because it's supposed to sound the worst possible. So actually I ended up with a headset as a microphone. That was the worst we could find. And use that as a microphone. So, we used this tiny Marshall amplifier. It was this big, because that was the worst amplifier we could find. It was terrible sound. A zenei struktúrára a diszonancia jellemző és a gyorsaság, bár ez utóbbi nem kizárólagos feltétel. A dalszerkezet egyszerű és sokszor monoton módon ismétlődő. Ebben egyébként valamelyest rokon a death metallal is. Vokálokra általában a károgásszerű hörgés jellemző, nagyon ritka esetben a tiszta ének, általában tónusként. De persze előfordul egyéb típusú torz vokál, mint például a mély hörgés is. A gitárokra a tremoló pengetés jellemző, kevés a gitárszóló, a basszus gitár kevésbé hallható, általában kísérő hangszer. A dob gyors, általában egyszerű, monoton blast beat variánsokra épül. Későbbiek során a 90-es évek közepétől a szintetizátor is fontosabb szerepet kap az atmoszféra teremtésében, bár ez sem túl bonyolított. A black metalból kifejlődő szimfonikus black metalban már valamelyest bonyolultabb szinti témák is megjelennek. A dalszövegek terén a sátánista tematikán túl a nihilista és depresszívabb témák jellemzőek. Ezen kívül, mivel atmoszférikus stílusról van szó, remekül passzolnak hozzá a mitológikus folklór és fantasy témák is. Külső megjelenés tekintetében a corpse paint, tehát a fehér és fekete arcfestés, alias panda. A black metalosok hogy festik ki magukat? Kurva egyszerű. Oda mész a radiátor zomát, nyakon fejeled a gecibe, utána egy cipőbokszol a maradékot. És kész van a panda. A fekete bőr, tüskés szegecsek, szárzas szögekkel telebaszott alkarvédők, részszínű töltényövek jellemzőek. A corpse paintet már korábban is alkalmazták olyan sok rockbandák, mint Alice Cooper vagy a Kiss, de ennek semmi köze ehhez a fajta mentalitáshoz és megjelenítéshez. Az első black metal értelembe vett corpse paintet a Celtic Frost és a Sarcophago használta, de igazán elterjedte és kiforrotta a Mayhem később öngyilkosságot elkövető énekese, Dead vagy polgári nevér Per Yngve Ohlin tette. De erről majd az erre specializált adásban bővebben. Black metal szokás továbbá a művészi álnevek használata, amelyet egyébként a Venom honosított meg. A black metal műfaja a mai napig virágzik, sőt, talán napjainkban éli egyik újabb reneszánszát. Ugyanakkor elmondható, hogy napjainkra underground jellegét egyre kevésbé tartja, persze még így is annak tekinthető, de a 90-es évekhez képest, illetve a tudatos underground attitűdhez képest jóval kevésbé. A black és death metal kapcsán tennék egy kis vokáltörténeti kitérőt is. A hörgésről, a károgásról, screamelésről, mint a 20. század végén megjelenő új ének típusokról szólnék pár szót. A hörgés nem azonos a károgással és a screameléssel. A hangképzés biofizikája is eltérő. A károgást a black metalban, a hörgést a death metalban és a grindcore műfajokban használják, a screamelést pedig a metalcore műfajokra jellemző inkább. Ettől függetlenül persze lehet oda visszahasználni őket, de a különböző zenészség azért különböző vokáltípust kíván meg, amivel ugye jól hangzik. Azt mondani sem kell, hogy a hörgés, károgás, screamelés egészségtelen, olyannyira, hogy huzamosabb ideig történő rendszeres alkalmazása igen komoly hangszalag problémákhoz vezethet, sőt, szélsőségesebb esetekben teljes némaságot is eredményezhet. A különböző hangerjesztési technikák is inkább az okozott károk minimalizását célozzák, sem mint a károsodás totális negligálását, nyilván azon túl, hogy egyáltalán tudjál hörögni is. Ez valamelyest módosult a 2000-es évektől. Melissa Cross kifejlesztett egy énektechnikát, ami a könnyű zenei éneklés egy továbbfejlesztése. Ez egy tanulható technika, amivel az extrém vokálok károsító hatása csökkenthető. Egyébként az összes vokáltechnika hosszú távon roncsolja a hangszallagokat, csak a technikás éneklés kb. 10-20-al annyira. Ezt a technikát használja egyébként például Alissa Whiteglues, ugye az ex-Diagonist és az Arch Enemy énekese, énekesnője, illetve például Corey Taylor a Slipknotból. Főleg a 2000-es években induló komolyabb zenekarok énekesére jellemző, hogy már képzik a hangjukat a hörgésre, nem ösztönbe csinálják, mint előtte köve mindenki. Ezen a ének típusok célja a brutalitás és a szélsőséges érzelmek kifejezése, bármilyen hihetetlen is ez. Történelmi előképek keresése kapcsán egészen a vikingekig mehetünk vissza.
Egy szefár zsidó kereskedő, Abraham ben Jákob elbeszéléseiben olvashatunk hasonló jellegű torzított morgós énekstílusról a 10. századból, ezen kívül számos egyéb írásos forrás tanúskodik hasonló jelenségekről a középkor folyamán. A bluesban is találunk a hörgéshez hasonlító szuggesztív énekre példát, olyan előadók kapcsán, mint Howlin' Wolf, de előzménynek tekinthetjük Screamin' Jay Hawkins munkásságát is, amelynek egyik legjobb példája az 1956-os I Put a Spell on You című dala. Kicsit később a hörgéshez hasonlatos vokáltípus jelenik meg a The Who, Boris the Spider című dalában is 1966-ban. Vagy Mike Oldfield Cavemennyében 1973-ban. De a Black Sabbath Iron Mennyében is megjelenik a torzított vokál, vagy a King Crimson esetében a 21st Century Skids on Man című számában is. Példákat előképekre hosszan lehetne még sorolni. A metalban a 80-as években jelenik meg a torzított vokál, például a Venomnál, a Hellhammernél, a Sarcophagónál, a Tormentornál, a Mitchihar Attilánk jóvoltából ugyebár, és egyéb különböző proto-black metal és első hullámos death metal előadóknál, mint például a Deathben, Chuck Schuldiner vagy a Possessed. A gyomorhörgés egyik első úttörője, Cam Lee volt a Massacre nevű formációban, ezt fogja tökélyre fejleszteni majd a Napalm Deathben köbő mindenki, aki benne ordibált, mint például a Nicholas Napalm Bullen, vagy Mark Barney Greenway, és a Cannibal Corpse-ból például Chris Barnes és George Corpse Grinder Fisher. Chris Barnes egyébként a Six Feet Under nevű gregorián stílusú kamarazenekarban folytatja és szólaltatja meg Seafest szóló baritonját. Hát mennyivel szebben hangzik már így ez a szám? Szeretem, mikor a hard rockkal keverik a mély lírát. Na de visszatérve. A károgás egyik úttörője és formálója Per Yngve Olin, azaz Dead volt. Nyomdokai haladva vált az egyik alap vokáltípussá a black metalban a károgás. A screamelés, amely hasonló a károgáshoz, inkább a metalcore bandák sajátja, habár ott köbön minden is van. Szóval ez egy kicsit kapuktojás. A black metal után lovagoljunk át egy kicsit ódodabb környezetbe, a doom metal és a death metal fúziójából kifejlődő gothic metalra. A gothic metal, vagy magyarosan gótikus vagy goth metal kialakulása időben a 90-es évek első felére tehető. Előzménynek a 70-es évek legvégi, 80-as évekbeli post-punk bandák gótikus rock vonulata nevezhető meg. Olyan bandák említhetőek itt meg, mint a Suzy and the Banshees, Bauhaus, a Christian Death, a Sisters of Mercy, a Fields of Nephilim vagy a The Cure. Metal oldalról már az 1970-es Black Sabbath album hordozott gótikus stílusjegyeket. A zene súlyosságán túl az album atmoszférájában is megnyilvánult ez. A borító és a zenekar körítése is eléggé gótikus jellegű a sárpadt, fekete ruhás nővel, egy temetőies tájom és az okkult témákkal is egyébként. Ezen kívül számos egyéb heavy metal előadó anyagai között találunk gótikus jegyeket, mint például a Rainbow, a Judas Priest, vagy az Iron Maiden. Kicsit erősebb hatásokkal a Misfits és a Danzig is megemlíthető.
A másik nagy előzményként a Celtic Frost formációt kell kiemelni, ahol a black metal és a klasszikus zene egyfajta avantgárd jellegű fúziójából megszülető 1987-es Into the Pandemonium albuma gyakorlatilag sarklésként értelmezhető a gótikus metal szintéren. Helyszín tekintetében Észak-Amerika és inkább Európa, elsődlegesen pedig Észak-Anglia és kisebb mértékben a skandináv országok nevezhetőek meg, de Európa több pontjáról is említhetőek neves gótikus metal zenekarok. Az úttörő az úgynevezett Paceville 3-as, a Paceville Records kiadó három észak-angliai death doom metal bandája, a Paradise Lost, a My Dying Bride és az Anathema. Svédországból a Tiamat és a Katatónia, Hollandiából a The Gathering, Norvégiából a Theater of Tragedy, Magyarországról pedig a Nevergreen említhetőek még meg. Észak-Amerikából a brooklyni Typo Negatív emelhető ki. A gótikus metal hatásai mutathatók ki a Cradle of Filth, a Moonspell, Threats the Vampire black metallal kevert zeneiségében. A gótikus metalból fejlődött ki a szimfonikus metal, ahol olyan bandák nevezhetőek meg, mint a Tristania, Within Temptation vagy az Epica. A zenében a gótikus attitűd, ami leképződik, így igazából kevésbé kategorizálható be bizonyos technikák és hangszerek által. A gót lényege a sötét, fagyos, melankolikus, depresszív hangulat és érzület. Esztétikája a viktoriánus romantika és a klasszikus horror zsáner keretein belül mozog. Ami viszont alkalmas ennek az érzelemvilágnak a visszaadásához, a metalon belül az leginkább a doom és a death metal ötvözete, valamint a black metal ezzel való keverése. Természetesen léteznek ettől eltérő fúziós lehetőségek, mint például a folk metallal kevert Midnight Soul, az industriális metallal kevert Death Stars, a Lacuna Coil és az Evanescence esetében az alternatív rockkal és metallal fúzionált a műfaj. A doomos gyökereknek megfelelően a dalszövegek központi szerepet kapnak, a szövegek epikusak, depresszívek, melodramatikusak. Ezen kívül megtermékenyítőleg hadat műfajra a 19. századi viktoriánus kor, illetve a romantika, mint korstílus és a horror. Tipikus gót témák a vampirizmus, a 19. század végi Lovecrafti, Stokeri, illetve Mary Shelley féle horror. Ezen kívül még szerelmi drámák, negatív kimenetelű emberi kapcsolatok, szuicid, nihilista vagy egyéb személyes önkifejezések, szentimentális dalszövegek is jellemzőek. A fenti érzelemvilágot kifejezendő a vokáskál a széles spektrumát alkalmazzák. A death metal gyökerekből a mély hörgést, a doomos gyökerekből a tiszta éneket, a gotikus rock gyökerekből a mély, melankolikus ének stílust kölcsönzik. Ezen kívül előfordulhat még a károgás, illetve operai előadásmódok. A gotikus metal stílusban fordul elő a legsűrűbben a női vokál, egyik jellegzetessége a női énekesek alkalmazása. Önmagában attól, hogy női ének is előfordul a zenében, nem lesz automatikusan gotikus egy zene, de igencsak ki tudja domborítani a lágyabb női hang az érzelemgazdag, melankolikus zenét. A női éneknél is előfordul mindenféle hangszín, a károgástól kezdve a tiszta énekig és az operás megoldásokig. A Theater of Tragedy nevű norvég formáció fejlesztése volt a kettő kombinációja, a mély örgés és az éterit szépségű lágy női hang a zseniális Liv Kristine előadásában, megteremtve ezzel a szépség és a szörnyetek kombót, ami iszonyúan szuggesztíven hat a hallgatóra. Korábban is létezett már efféle kombináció, de ez a banda volt az, amelyik ezt következetesen használta esztétikájának kifejezésére. A gótikus metalból nőtt ki a 90-es évek második felében a szimfonikus metal. A szimfonikus jelzőt a metalon belül használják önálló műfaj megjelölésként és egy adott metal zsáner specializált jelzőjeként is. Tehát létezik például szimfonikus black, power vagy death metal, ami annyit tesz, hogy szimfonikus elemeket használ zenéjében. Jó példák erre például black metalnál a Dimmu Borgir, vagy a Karakangrem, power metalnál a Nightwish, a death metalnál pedig az Exdeo. Azonban amiről itt mi szót ejtünk, az a szimfonikus metal, ami a heavy metalt és az opera jellegű klasszikus zenét ötvözi, mint különálló egyedi stílus. Szokták még egyébként nevezni opera metalnak is. Egyébként a gótikus metal és a szimfonikus metal közti átmenetet szokták nevezni szimfonikus gót metalnak, ami elsőre tautológiaként hathat, de van ráció ebben a fajta kategorizációban is. Elismerem, talán kicsit túl kategorizált, viszont jó példa ennek érzékeltetésére talán a Tristania vagy a Within Temptation. Kialakulásának elsődleges helyszíne Európa, azon belül is Hollandiára és a skandináv országokra jellemző. Időben az 1990-es évek második felére tehetjük megjelenését. Zeneileg a gótikus rock és metal, a power metal és a klasszikus zene szerelem gyermeke.
A power metaltól a nagyívű szólókat, gitárszólókat, a teátrális epikus hatást és előadásmódot, a gótikus metaltól annak esztétikáját, a klasszikus zenétől az opera és a szimfonikus jellegét, klasszikus zenei motívumokat örökölte. A szimfonikus metalban a billentyűs hangszereken van a hangsúly, azok általában legösszetettebbek, a nagyzenekari hangzást is legtöbbször ez szolgáltatja. Előfordul a nagyzenekari előadás, vagy nagyzenekarok felkérésével, vagy ritkább esetben a zenekar kibővítése egyéb hangszerekkel. Jó példa erre a Haggar német formáció, aminek fénykorában a taglétszám 21 főt tett ki, és még így is rendszeresen kérnek fel vendégzenészeket, nem egyszer 10-nél is több embert. A szimfonikus metal hatásait jól mutatja az olyan produktumok, amikor metal zenekarok szimfonikus nagyzenekarral együttműködve adnak ki anyagokat, koncert DVD-ket. Ezek általában több-kevesebb sikerrel járnak. A kevesebbre jó példa az 1999-es S&M koncert album a Metallicától, ami a Gitchen kívül nem túl sok mindent ad az élményhez. Valamivel jobb példa a Satyricon Live Eddie operája 2015-ből, bár ott csak egy kórus volt, nem nagy zenekar, de elismerem, ez is egy kicsit gicsbe hajló volt. A dalszövegek sokfélék, viszont az operákra és a power metalra jellemző témák, mint például a mitológia és a fantasy gyakrabban előkerülnek. Az énekre jellemző a női vokál központi szerepe, amely általában szoprán vagy mezzoszopránban előadott opera jellegű ének. Előfordul a férfi ellenpontozás is, ez lehet tiszta vagy valamilyen extrémebb vokáltípus, általában death metal félre hörgés. Ezek általában alárendelt szerepet játszanak, kísérő jelleggel, az elsődleges a női hang. Szükséges továbbá itt is kiemelni, hogy attól, hogy opera stílusú női vokált alkalmaz egy zenekar, nem lesz automatikusan szimfonikus metal. Tipikus szimfonikus metal együttesek például a Therion, kb. A negyedik albumától számítva, vagy a Haggard, ott is a korai death metal anyagokat nem számolva. A 2000-es évek után, amikor a műfaj népszerűségének csúcsát élte, vagy éri jelenleg is, jó példa az Epica, a Xandria, a Leaves Eyes vagy a Delane. Nos, ennyi lett volna egyelőre, sajnos nem fért bele minden. A folk metalról és a nu metalról, amelyek mélyen a 90-es években gyökereznek, majd a következő, inkább 2000-es évek utáni időre fókuszáló adásban lesz szó. Egyébként is ez a két műfaj inkább a 2000-es években élték fénykorukat, főleg a folk metal, ami inkább a 2000-es évek második felében, a korai 2010-es években. Megpróbálom majd lezárni a következő anyaggal az áttekintő videósorozatot, és végre áttérni az egyes stílusok, műfajok részletesebb elemzésére, bemutatására. Remélhetőleg sikerül majd a következő blogban eljutni a 2000-es évektől a napjainkig. Ha tetszett nektek a videó, dobjatok egy lájkot, illetve szintúgy tetszikeljétek és kövessétek be a Facebook oldalunkat, mert most már az is van. Facebookon a megjelenő tartalmaink mellett naponta jelentkezünk inkább kevésbé ismert, mint ismert zeneajánlókkal. Természetesen igyekszünk melléjük valamilyen kis informatív tartalmat bígyeszteni, reméljük elnyeri majd ez is a tetszéseteket. Ezen kívül elindítottunk egy zenekar történeti videósorozatot is. Az első része, amely az Agallok történetét dolgozza fel, már kint is van. Nézzétek meg, már elég fasza. Ebből a videótípusból is készülgetnek majd újabb anyagok, jelenleg is folyamatban egy, annak is már javarészt kész a szöveganyaga. De addig is, amíg ezek készülnek, addig hallgassatok sok metált, én Fejes voltam, sziasztok!